Köszönetnyilvánítás! E könyv megírásához rengeteg segítséget kaptam. Olyan sok ember volt segítségemre az elmúlt hat év során, hogy néhányukat bizonyosan kifelejtem. A felsorolás élén Émi Silverman áll, aki a legtöbbet bajlódott velem, a legtöbbet szerkesztett, érvelt, és a legtöbb segítséget nyújtotta az írásban, és tette mindezt úgy, hogy ugyanebben az időszakban egy feleség rendes kötelezettségein túlmenően temérdek egyéb pártfogó és látogató szolgálatot is teljesített. Köszönöm, Émi! te vagy a szárnyaimba kapó szél. Grace Tiffany, Mike Snell, Michael Zuckerman, Susan Kelly, Betsy Perkins, Mary Harrell, Jane Ashley, Donna Siklesmith, Frank Sokolov, Sondra Zahn Orek, Michael Lamas és Sandy Ross mindannyian segítségemre voltak a könyv nagyobb részeinek megszerkesztésében, és visszajelzést adtak, támogattak, Mellettem álltak és útmutatást nyújtottak az írás folyamán. Köszönöm nektek! Minnyájatokat nagyra becsüllek segítőkészségetekért. Nélkületek mindez nem sikerült volna. Nagyon köszönöm továbbá Heather Schönnek és Clyde McKelvennek, hogy segítettek a -e mű szállításában, valamint a könyv és a benne foglalt gondolatok bemutatásában a nagy közönségnek. Építő köszönetem Paul Fettersnek, Jay Sumnernek, Whitney Shermannak és Donna Sicklesmithnek Smithnek ismét a fotózásért, valamint a könyv illusztrálásáért és megtervezéséért. Köszönöm Lolinda Moszlinek a kongresszusi könyvtárban végzett munkáját. Köszönetem Carol Meyernek, aki segített összeállítani az irodalomjegyzéket, engedélykérő leveleket írt, mindazon idézetek felhasználása végett akiket idéztem, és segítségemre volt a könyv dedikáló partijára meghívandók címlistájával. Köszönet az én képességfejlesztés mesterfoka csoportom tagjainak, Ed Grevillenek, Pemésken, Courtwrightnak, nak Clyde McLevennek, Roger Johnsonnak, Michael Fogartinak, Paul Fettersnek, Jay Sumnernek és Marcia Makepeace-nek minden kezdeti és későbbi támogatásukért és visszajelzésükért az egész folyamat során. Köszönet minden barátomnak, akik előzetes példányokat vettek, hogy hozzájáruljanak e könyv kiadásának költségeihez. Megköszönöm a jövőképét, kemény munkáját, elkötelezettségét és barátságát Simon Wolverick Smithnek, a Ricky Robbins Jonesnak, az Atrium kiadócsoport minden tagjának és a számtalan rajongónak és támogatónak, akik segítségünkre voltak, hogy kikerülhessünk a magánkönyvkiadás berkeiből. Kiváltképpen köszönetet mondok Marilyn Fergusonnak és Charlie Myersnek, akik egymást követően fordulópontot jelentettek e könyv felfedezésében, és akiknek köszönhetően kölcsönösen rátaláltunk egymásra a dellel és köszönetem Stephanie Gunningnek a Deltől, aki nagyszerű szerkesztőnek bizonyult, melegségéért, humoráért és támogatásáért. Közületek oly sokan nyújtottak olyan töbletet, ami nem lett volna kötelességetek, olyasmit, amiről magam sem tudtam, hogy szükségem van rá, minnyájatokat nagyra becsüllek ezért, hogy törődtetek velem tudatlanságomban, és több mindenre tettetek képessé, mint amennyire valójában képes vagyok. Bármely mértékben jelent is hozzájárulást ez a könyv más emberek életéhez, e hozzájárulást a ti segítségetek és támogatásotok tette lehetővé. Előszó A radikális őszinteség életerős könyv, ahogyan szerzője is életerőtől duzzadó ember. A könyv hatalmas gyógyító erővel bír. Nem mindenben értek ugyan egyed Brad Blanton mondani valójával, de nem is ezt várja tőlem. Általánosításai az én ízlésemhez mérten gyakran túlságosan nagyívűek, és jól lehet élvezem friss slang használatát, olykor kedvemet szegi az, amit ő teringettézésnek nevez. Mégis be kell ismerjem, hogy ez a könyv fenntartásaim ellenére is jobban felrázott, mint évek óta bármi, ami a kezembe került. A pszichoterápia világában az őszinte segítő szellemet gyakran helyettesítik vérszegény és akadémikus elméletek. Az elme kedvenc témájáról az elméről cseveg, és eközben senki sem ügyel a megtört szívre. A radikális őszinteség, mentegetőzés és szakzsargon nélkül ás le a dolgok gyökeréig. Úgy vélem, hogy Brad nem akadémikus kíváncsiságból ült neki a munkának, hanem szintiszta szükségből és szenvedélyből. Középiskolás napjaitól kezdve terapeuta akart lenni. Képzeljünk magunk elé egy gyereket, aki hat évesen elveszítette apját, és egy brutális, alkoholista mostoha apával él. 13 éves korában fizikai összetűzése támad mostoha apjával, ezután a texasi College Stationbe megy, hogy a nővérével éljen. Képzeljünk magunk elé egy fiatal texasit, aki teológiai iskolába megy, hogy egy három közösségből álló körzet lelkipásztora legyen, mint a régi idők vándor prédikátorai. Az ifjú lelkipásztor elveszíti állását a polgárjogi mozgalom iránti lelkesedése miatt, mely azután négy esztendeig alkalmazást nyújt neki. Később a tiltakozás évei következnek Amerika részvétele ellen a vietnámi háborúban. Olyan terapeutáról van szó, akinek ami a szívén, az a száján. Helyén valónak tűnik tehát, hogy ő legyen az az ember, aki félreérthetetlen formában megmondja nekünk, hogy a császár mesztelen, akár csak mindenki más. Először barátokon keresztül hallottam Brad Blantonról, akik a cím miatt beszéltek a könyvéről, tisztában voltak vele ugyanis, hogy én magam évek óta egy a Radikális Józan Ész című művön dolgozom. Amikor felhívtam Bredet, szívélyesen azt válaszolta, hogy úgy érzi, mintha jól ismerne, és idézett is engem a radikális őszinteségben, majd felkínálta, hogy elküldi a könyvet. Amikor elkezdtem olvasni a művet, melyet Bred saját maga adott ki, Melbevágott a szerző őszinte hangneme és elkötelezettsége. A radikális szó mellesleg eredendően a gyümölcsök és a zöldségek nedveire, a gyökerén, latinul radix, keresztül biztosított nedvességre vonatkozott. Csak a későbbiekben kezdte a dolgok lényegét vagy szubstanciáját jelenteni. A radikális nem a legkülsőt, hanem a legbensőt jelenti. A radikális őszinteség nem a külső csecsebecséje, hanem az igazság magja. Ahogyan a törvénynek is megvan a szelleme és a betűje, épp úgy létezik szó szerinti és lényeg szerinti igazság. Helyén való, hogy Bred először úgy döntött, saját maga adja ki az üzenetét, garantálandó, hogy ezt az üzenetet nem némítja el, formálja át, vagy szelídíti meg a konvencionális szerkesztés. Úgy szintén helyén való, hogy ez a könyv, amely előző kiadásban igazolta önmagát, most szélesebb közönségre talál. Ha bizonyos gondolatok vagy kijelentések meghökkentik is az olvasót, folytassa csak tovább a könyvet, és térjen vissza ezekhez később. Ahogyan egy valódi párbeszédben, itt is megvannak a csavarok, a fordulatok és a meglepetések. Brad Blantonban van egy csipetnyi a Szent Őrültből, aki bonyolult és esendő személynek mutatja magát, hogy mi magunk bocsánatot és gyógyulást adhassunk a bonyolult és esendő embereknek, akik vagyunk. Ez a könyv az igazság finomságairól, és arról szól, hogyan lettünk mi ilyen hazugok, szóban, tedben és csavaros észjárásunk által. William Wordsworth nagyszerű versében az óda a halhatatlanság sejtelme a kora gyermekkor emlékeiből című műben az ártatlanság elvesztését írja le. Csecsemő korunktól kezdve, amikor fénycsóvát vanunk, és még kisgyermekként is nyitottak vagyunk a körülöttünk lévő szépségekre. Később azonban kezdik eltakarni börtönárnyak a növekvő fiút. A színek elhalványulnak, és az élet szürke lesz. A radikális őszinteség leírja, hogyan mozdulunk el a mélyben átélt érzékleti tudatosságtól és a koragyermekkor gyermekkor élénk megtapasztalásától az elme egyre elvontabb világa felé. Annak minden aggodalmával, értelmezésével, hiedelmeivel és képzelődéseivel. Az érzékelés óceánja a felvetések tengerévé válik. Egy vérlázító szakaszban, melynek címe az igazság arról, miért is írtam meg ezt a könyvet, a szerző megosztja velünk azon fantáziáját, hogy egy szép napon az emberek úgy fognak beszélni róla, ahogyan ő és a felesége Émi beszélnek Friedrich nietzsche -ről. Történtek már furcsább dolgok is. A radikális őszinteség talán általános fogalommá válik értékes adalékká a pszichoterápia eszköztárához. Legfőbb ideje lenne. Merlin fergasson. Bevezetés Ezt a könyvet most a Dell adja ki, ám először a saját kiadásomban jelent meg. Mielőtt a magánkiadás mellett döntöttem, számos ügynöknek és kiadónak benyújtottam e könyv kéziratát. Több ízben is elfogadták gondozásra és kiadásra, azzal a feltétellel, hogy ők mondhassák meg nekem, hogyan írjam újra, hogy teljes felhatóságuk legyen a tartalom meghatározására, és hogy a könyv révén keresett pénz zömét megtarthassák. Az ő nézőpontjukból szerencsés voltam, hogy egyáltalán fontolóra vették, hogy a hónom alá nyúlnak. Véleményük szerint ez a könyv nem ütötte meg a kiadói szakma mércéjét. Ahogyan számos ügynök és kiadó a tudomásomra hozta, ez a könyv selejtes. Túl sok embert idézek benne, és az idézetek túl hosszúak. Keverem az irodalmat az eszével. El kellene döntenem, hogy pszichológiai önfejlesztő könyvet írok, vagy szociopolitikai fejtegetést, ami két külön dolog. Szerintem viszont ez üres duma. Ez a két dolog szervesen összefügg. Mindazonáltal őszintén hálás vagyok az ügynököknek, szerkesztőknek és barátoknak, akik az elmúlt öt évben ilyen sok mindenre megtanítottak az írással kapcsolatban. Majd két éven keresztül fogalmaztam az ajánlatokat a könyvkiadók számára, melyekben el kellett mondanom, miről is szól ez a könyv, és ez roppant nagy segítségemre volt. Annak tisztázásában is segített, hogy ki vagyok én, mi a mondani valóm, és miként akarom ezt másképpen elmondani, mint ahogyan azt elvárják tőlem. Ez a könyv a történelmi szociológiai eszé, a kalandregény, az önéletrajz, a tanácsadórovat, a csináld magad kézi könyv, a költészet, valamint az elmélet és gyakorlati pszichológia elegye. Önfejlesztő könyv az emberi lények világa számára, akik a pusztulás vagy újjászületés peremén egyensúlyoznak. Nem csupán a könyvel nem stimmel valami, de velem is van némi hiba. Túl sokat teringettézek. Mind pszichoterapeutaként, mind íróként szakszerűtlen vagyok. Az erkölcsbíráskodással szembeforduló moralista vagyok, és jogos felháborodásomban, kirohanásokat intézek a jogos felháborodás ellen. Ellent mondok önmagamnak. Nagyszerű ötleteim vannak, és tömérdek a mondani valóm, de íróként nem vagyok valami nagy szám. Nem tanulok meg uralkodni magamon, és megfelelni az elvárásoknak. Szerencsétlenségünkre, vagy szerencsénkre épp ez az űrzavara veleje mindannak, amit fel tudok kínálni a világnak. Valóban egyfajta szánalmas flótás vagyok, aki fűhöz-fához kapcsolódva bukdácsol végig az élet útján, és ide-oda ingadozik a között, hogy szívemből sajnálom, és csesszék meg, ha nem értik a viccet. Szegény sorból származó fiú voltam, aki a középosztály beliek világában csinálta meg a szerencséjét. Ám e provinciális látásmódok egyike sem tett rám mély benyomást. Más kultúrák iránt sem viseltetek valami nagy tisztelettel. Ahogyan én látom, szerte a világon bőven tenyészik a hülyeség. Ha Rómában vagyok, nem akarok úgy tenni, mint a francos rómaiak, hiszen ők pont olyan elcseszettek, mint én magam, vagy még rosszabbak. Ugyanez érvényes bárkire, a kiadói szakmát is beleértve. Tehetségem van hozzá, hogy összekutyújjak világokat, majd ismét szétválasszam őket, de már különbözőképpen. Szeretek tanulni, jól lehet trehányan teszem. Sok különböző forrásból merítek információkat. Az emberekkel folytatott beszélgetésekből magamba nyelem mindazt, ami táplálónak, létfontosságúnak és hasznosnak tűnik. Kiköpöm, amit nem tudok felhasználni, és másokkal beszélgetve megosztom azt, amire jutok. Az érzések és gondolatok korlátait ledöntő tolmács vagyok. Átírom a jelentést egyik nyelvről a másikra, szubkultúráról szubkultúrára kultúráról kultúrára, a keleti világról a nyugati világra. Pokoli nagyra becsülök bármilyen írott vagy szóbeli közlést, csak az én életemben működjön. Csillapíthatatlanul érdekel az igazság, aminek igaz voltáról tanúskodhatok, mert beválik az életemben. A pusztán hagyományos formaságokra és formulákra fittyet hányok. Hidege hogy az érv, miszerint a forma egysége teszi maximális hatékonyságúvá a kommunikációt, vagy tesz kelendővé egy könyvet. Szóval magam adtam ki az átkozottat. Miután az első kiadás elfogyott, egész sereg kiadó megkörnyékezett, és végül a Dellel írtam alá szerződést. Most pedig együtt ajánljuk egy gyakorló munkát a nagyvilágnak. Ha épp ezt olvasva, épp a könyvesboltban ácsorogsz, és nem akarod megvenni a könyvet, akkor tedd csak le a nyavajást, hogy egy reménybeli vevő kézbe vehesse, és belenézhessen. Brad Blanton Bemutatás 55 éves vagyok. Több, mint 25 esztendeje foglalkozom pszichoterápiával Washington DC-ben. Az emberek felkeresnek a rendelőmben, és fizetnek nekem azért, hogy figyelmet szenteljek nekik, és tegyek meg minden tőlem telhetőt a megsegítésükre. Van hozzá bizonyos készségem, hogy segítsek az embereknek meglelni a módját, hogyan tehetik működőképessé az életüket. A következőre jöttem rá. Minnyájan úgy hazudunk, mint a vízfolyás. Ez kimerítő, és ez az embereket érő összes stressz fő forrása. A hazugság megöli az embert. A hazugság legvégzetesebb fajtája az információ elrekesztése vagy visszatartása olyas valakitől, akiről úgy véljük, hogy hatással volna rá. A legsúlyosabb pszichés megbetegedések is a hazugságok e fajtájának következményei a pszichés gyógyulás pedig csak abból adódó szabadsággal lehetséges, hogy előbújjunk rejtekünkből. A titkok őrizgetése és a rejtőzködés mások elől nem más, mint egy csapda. A serdülők idejük nagy részét ezzel a bújócskával töltik. És minél jobban boldogulsz serdülőkorodban a bújócska játékkal, annál nehezebb felnőnöd. A fontos titkok és a velük járó összes intrika és töprenkedés túrót sem érnek. Az elménk egy süket dumákkal bélelt börtön. Ez a könyv arról szól, hogyan épül fel az elme dumadutyja, és hogyan szökhetünk meg belőle. Ez a szabadság csináld magad könyve. Ha elzárkózunk a többi embertől, ha nem beszélünk nekik az érzéseinkről és gondolatainkról, a börtön fogva tart minket. És minél tovább maradunk ebben a börtönben, annál gyorsabban hanyatlunk. Vagy megszökünk, vagy érzéketlenné válunk. A menekülés útja abban áll, hogy megtanuljuk kimondani az igazságot. Ügyfeleim legtöbbje a 20-tól 65 éves korhatárok közül kikerülő ember, akik Depressziósak, szorongóak, haragosak, kiégettek, vagy mindezek együtt. Kormányhivatalnokokkal, jogászokkal, üzletemberekkel, médiaszakemberekkel és egyéb túlkoros serdülőkkel dolgozom olyan túlzottan kritikus elmékkel, akik képtelenek felhagyni önmaguk bírálgatásával és elítélésével, és a többi ember feletti erkölcsbíráskodással. Azért dolgozom, hogy enyhítsem a szenvedéseiket. Kiváltképpen az érzéketlenség okozta szenvedést. Az érzéketlenség a szenvedés alacsony intenzitású formája. Annak eredménye, hogy folyamatosan teljes vértezetben várjuk a képzelt nagy veszélyeket. Ezek a helyzetünkben élő nagy veszélyek a múltbéli sérelmeink emlékein alapulnak. Sokunk gyerekkorában megtanulta, hogy a kirobbanó elevenség rossz dolog, amiért sérelemér minket, hát érzéketlenséget kényszerítettünk magunkra. Részint a nagyok elleni védelmül, részint pedig az ő bosszantásukra önmagunk megfosztása elevenségünktől szolgált módszerként annak a palástolására, hogy helytelen módokon éltük ki magunkat, nem tehettünk egyebet, mint hogy ezt titokban tartottuk. A követendő út, amelyen megszabadulhatunk az érzéketlenségünk okozta szenvedéstől, kezdetben még nagyobb szenvedéshez vezet. Ha például már régen rinocéroszbört növesztettél, hogy ne kelljen átélned a haragérzését, egy dűroham rosszabb lesz, mint az érzéketlenség. Azonban csak oly módon teheted jobbá a közérzeted, ha hajlandó vagy átélni a rosszabbat. Normális dolog, hogy aggályosan igyekszünk megőrizni elzárkózásunkat és elkerülni a további fájdalmakat, szorult helyzeteket és nehézségeket. A normák követése a kulcs a változás elkerüléséhez és a további szenvedéshez. Azok az emberek, akik normálisak akarnak lenni, gyakran büszke áldozatai ennek az eszmének, a kínszenvedést hozó végzetes normalitásnak. Sigmund Freud egy ízben azt mondta, a pszichoanalízis arra való, hogy segítsen az embereknek eljutni a gyötrő szenvedéstől a közönséges boldogtalanságig. Nem hinném, hogy nekünk is be kell érnünk ennyivel, én abban segítek az embereknek, hogy összpontosítsák a figyelmüket és összegyűjtsék a bátorságukat a korábban elkerült szenvedésen átvezető utazásra, majd tovább egy igazán rendkívüli életbe. A szembesülés az addig elkerült dolgokkal heves érzelmeket eredményez, aztán pedig áttörést a túláradó kreativitás felé és ez a túláradó kreativitás az erőforrásunk életünk megváltoztatásához vagy újjáalakításához. Én úgy dolgozom, ahogyan egy karosszéria lakatos javít meg egy elgörbült lökhárítót. A lakatosnak aztán átkozottul mindegy, hogy mikor, hogyan és főleg miért történt a baleset, őt csak a következmények érdeklik végig kopogtatja a lökhárító külsejét egy gumikalapáccsal, megütögeti belülről egy gömbölyű fejű kalapáccsal, fúr egy lyukat, beilleszt egy rudat, és megpróbálja kihúzni, vagy rásóz egyet. Amikor kiugrik, már ha kiugrik, lecsiszolja, lefesti és átadja. Ha nem ugrik ki, kicseréli. Gyakorlatias, tapasztalt és megbízik az anyag alapvető rugalmasságában, amelyel dolgozik. A részletekre fordított gondos figyelem és a kísérletezés minden egyes új horpadással egyenletes eredményeket hoz. Az egyéni és önmagunk teremtette szenvedéssel foglalkozom olyan embereknél, akik felelősek saját szenvedésük folyamatos újrateremtéséért. Ahogyan a karosszéria javító és a kocsi tulajdonosa, mi is a gép állapotára és a kívánt eredményekre összpontosítunk, nem kell kiokumlálnunk, hogyan történt a baleset, erőfeszítéseink sikerét vagy kudarcát pedig, az szerint ítéljük meg, hogy milyen közel kerültünk a kívánt eredményhez. Többnyire szimpla neurotikusokkal dolgozom. Átlagos és alapvetően egészséges emberekkel, akik szoronganak, depressziósak, vagy mindkettő. Ezeket az általános létállapotokat, a szorongást és a depressziót gyakran kísérik testi kellemetlenségek és betegségek, amilyen a bőrkiütés, a fekély, az alhasi fájdalom, a görcsökkel járó vastagbélgyulladás, az allergia, a magas vérnyomás és az álmatlanság. Vagy visszatérő kapcsolati, munkahelyi vagy családi problémák. Ha a terápia beválik, a testi bajok megszűnnek vagy enyhülnek, a szorongás és a depresszió, mint állandó állapotok eltűnnek, és az emberek vállalják a felelősséget azért, hogy kapcsolataikat, szakmai életüket és kreatív erőiket működőképessé tegyék. A felelősségvállalás azt jelenti, hogy az ember többé nem a külső körülményeket, a többi embert vagy a múltbéli eseményeket okolja saját életviszonyaiért. Mind a testi bajok, mind az állandósult nem kívánatos érzelmi állapotok azért tűnnek el, mert végbe megy egy tanulási folyamat. Melynek során felhagyunk azon követelésünkkel, hogy a világ és benne a követelést támasztó személy más legyen, mint ami. A terápia akkor fejeződik be, amikor az illető többé nem követeli szüntelenül, hogy a többi ember kiforduljon önmagából, amikor megbocsát a szüleinek és a többi bensőséges ismerősének, akikre egykor megneheztelt, amikor visszanyeri az erőt élete irányításához és vállalja az ezzel járó felelősséget is. A pszichoterápia nem mindig válik be, Becslésem szerint az esetek körülbelül egyharmad részében, az eredmények a jótól a megfelelőig váltakoznak, a páciensek mint egy harmada ér el néhány nyögvenyelős változást, és azon emberek legalább egyharmadának, akik felkeresnek, semmi említésre méltó előnye nem származik a terápiából. Nagyon kevesen szenvednek bármiféle károsodást a terápia során, hiszen kárt okozni épp olyan nehéz, mint segítséget nyújtani. Láttam már rengeteg kudarcot és rengeteg sikert. Ez a könyv kísérlet arra, hogy elmondjam, mi az, ami beválik már, amikor beválik. Ha a terápia hatásos, az eredmény a jó közérzet, a teljesség, az egészség élménye könyvünk az idáig vezető útról szól. Honnan ered a stressz? Azt mondják, a modern élet teli van stresszel. A stressz nem az élet vagy egy kor jellemzője, hanem az embereké. Nem a környezetből származik, hanem a stressz alatt álló egyén elméjéből ered. Bizonyos feltevéseket alkotunk a világról, és összekapcsolódunk ezekkel a feltevésekkel. Szenvedünk a gondolkodástól. Túlságosan keményen dolgoztunk azért, hogy kialakítsuk elképzeléseinket a világról, sem hogy feladjuk őket. Mint a pókerjátékosok, akik már túl sokat vesztettek, elkeseredetten duplázzuk meg tétjeinket abban a reményben, hogy kényszeríthetjük a sorsot, küldjön nekünk egy jó lapot. Túl sokat és túl komolyan gondolkozunk a dolgokról, és rengeteg szenvedést okozunk magunknak azáltal, hogy megpróbáljuk a világot a gondolkodásmódunkhoz idomítani. Arról panaszkodunk, hogy a világ képtelen beváltani a reményeinket. Azon töprengünk, hogy az élet mennyire nem felel meg a hírverésének, és hogyan változtathatnánk ezen, hogy milyen rohadt ez az állapot, és miképpen javíthatnánk rajta sokan halára töprengik magukat. Az életben maradás érdekében alkalmaznunk kell mindazt, amit a tapasztalatainkból megtanultunk. Ám épp ilyen igaz az is, hogy a gyarapodásunk életben maradásunk érdekében szakadatlanul túl kell lépnünk a korábban tanultakon. Ha valamiképpen nem menekülünk el az életről alkotott feltevéseink elől, akkor elnyelnek minket. A menekülés része annak felismerése is, hogy a feltevések, amelyek igazság voltához oly konokul ragaszkodunk, valójában a múltbéli tapasztalatainkon alapuló döntések arról, hogy minek kellene igaznak lennie. Az igazság változik mivel belevesztünk a tulajdon elménkbe, képtelenek vagyunk észrevenni, hogy az igazság változik. Ha e változás végbe megy, ám mi nem ismerjük fel, hogy mi vált mostanra igazzá, s közben ragaszkodunk a korábbi igazság eszméjéhez, öngyilkosságot elkövető hazugokká válunk. Ha este nyolckor haragszom rád, ezt meg is mondom neked, és teljesen felhúzom magam, majd te is megharagszol rám, és megtárgyaljuk a dolgot. Ha eltökélten tartjuk magunkat a beszélgetéshez és annak lehetőségéhez, hogy túl tegyük magunkat a haragunkon, akkor jó esély van rá, hogy este 8.45-re már nevetünk az egészen, megiszunk valamit, és szerte foszlik a dühünk. Nyolckor igaz volt, hogy a zsigereimből utáltalak. Valamikor 8.20 és 8.45 között azonban ez többé már nem volt igaz. Ezzel ellentétben az olyan elvek szerint élő emberek, mint a ha akkor jó okkal utáltalak, akkor most is utállak, képtelenek túltenni magukat a dolgokon. Ez észszerű ugyan csak ostobaság. Rengeteg észszerűen ostoba embert láttam már életemben. Az élet megy tovább, és az igazság változik. Történetesen ez az élet rendje. Ami egyszer igaz volt, az gyakran kisvártatva már is nem igaz. A tegnap igazsága a ma süket dumája. Sőt, a tegnapi felszabadító meglátás mára az elcsépelt magyarázkodás börtöne. A szerepek és a szabályok szintén gondolatok, amelyeken, ha elvekként ragadjuk meg őket, nehezen tesszük túl magunkat, nehezen emelkedünk felül, vagy változtatunk. Az emberek önmagukból szorítják ki a szuszt azáltal, hogy egy kiválasztott énképhez kötik magukat, legyen ez bármilyen énkép. Sok felnőtt megmarad örök kamasznak, a szerepek és szabályok egy behatárolt készletének védőőrizetébe zárva. Ez a fajta védelem öl. Egy tanulmány szerint, amelyet az Atlantai Betegségellenőrzési Központ folytatott le, a 65 éves koruk előtt elhalálozó emberek halálának oka 53%-ban közvetlenül az életmódjukhoz kapcsolódik. Az elvárhatónál hamarabb elhalálozó emberek fele az életmódjával pusztítja el magát. Én azt mondom, hogy kárpótlásként pusztítják magukat azon inség miatt, hogy meg vannak fosztva a köznapi tapasztalatok tápanyagától. Dohányoznak, isznak, gyógyszereket szednek, zsíros húst esznek, tévét néznek, és nem végeznek testgyakorlást. Keményen dolgoznak, hogy ellássák magukat és a családjukat. Igyekeznek jól érezni magukat, és megtenni minden tőlük telhetőt. Szüntelenül a legjobbra törekszenek, ám kevesebbel is beérik. Ugyanazokkal a társadalmilag elfogadott mérgekkel pusztítják magukat, amelyeket minden barátjuk használ. Hajdan minnyájan szerves kapcsolatban voltak elevenségükkel, aztán mind jobban és jobban belevesztek az elméjükbe. Hiányzik nekik valami, amihez nem igazán tudnak visszatérni. Tisztában vannak vele, hogy az élet megújult, szeretete valamiképp összefügg a szökéssel saját elméjükből és azon életkörülmények közül, amelyeket ez az elme megteremtett, de a jelek szerint erre egyszerűen nem képesek. A moralizálás az enyhülés nélkül az elmében zajló élet elpusztítja őket mintha egy country dal csapdájába zárva halnának meg, megtesznek minden tőlük telhetőt, és igyekeznek egy kicsit élvezni az életet, de soha nem boldogulnak elég jól, hogy bárkinek is kivált önmaguknak megfeleljenek. Vagy elég jól érezzék magukat a bőrükben, hogy kárpótlást nyerjenek a strapáért az efféle élettől való megszabadulás lélektani teljesítmény, a szabadság, amelyet a gyermekkori kondicionálásuk határain túllépő emberek elnyernek, a saját elméjük alóli felszabadulást jelenti. A saját elménktől nyert szabadság pedig nem más, mint a teremtés szabadsága. Azonban, hogy lehessen némi beleszólásunk életünk megteremtésébe, hajlandónak kell lennünk az igazság kimondására. Az igazság kimondása megszabadít minket elménk kelepcéjéből. A szabadság alternatívája egy programozott élet, melyet előre gyártott és belénk súlykolt morális eltökélések kényszerítenek ránk. Az ilyen élet fokozatos fulladás, mely egyidejűleg tesz minket egyre érzéketlenebbé és kétségbe esettebbé. A kreativitás, vagyis amikor mi használjuk az elménket, nem pedig az elménk használ ki minket, jelenti a gyógymódot valamennyi stressz betegségre. Ha hajlandó vagy kimondani az igazságot, hogy felszabadulj, súba alatt ítélkező, titkolózó elméd uralma alól, megteremted a lehetőségét, hogy ezen elme felhasználásával művészként formáld meg, ne pedig áldozatként éld át a jövődet. Süket Duma A süket Duma egy lényegi szakkifejezés, amely e könyvben mindvégig használatos a kifejezést Fritz Perstől a gestalt terápia atyától loptam, az átlagos, szimpla, neurotikust zavarba ejtő fő tévedés az, hogy a múltbeli tapasztalatokból kiinduló elvonatkoztatásokat összekeveri a konkrét jelenbeli élménnyel. Már húsz éve vagyok veled, csak nyilvánvaló, hogy szeretlek, a múltból származó bizonyítékoknak semmi bizonyító erejük sincs a jelen tapasztalataira nézve. Mi, neurotikusok, olyan emberek vagyunk, akik nagy általánosításokat tesznek, hogy minél hosszabb időszakokat lefedjenek. Ilyesmiket mondunk. Te mindig. És te soha. Saját hatalmunkat teljes egészében a körülményeknek tulajdonítva így szólunk. Nem is tehetnék mást. Amikor ilyen dolgokat mondunk, rendszerint fogalmunk sincs róla, hogy egy magunk teremtette, képzelt világban élünk. Fritz Perls voltaképpen három szakmai megkülönböztetést alkotott negatív értékjelzőként: Duma, süket Duma és égbe kiáltóan süket Duma. A Duma egy átlagos üdvözlés, amely nem azt jelenti, amit kifejez, mint például a Hello, hogy vagy? Jól, és te? A süket Duma átlagos beszélgetés, melynek során az emberek egyszerűen elütik az időt értelmetlen elvonatkoztatásokkal és általánosításokkal. Az égbe kiáltóan süket Duma a gesztált elmélettel kapcsolatos bármilyen eszmecsere. Olyan kifejezéseket használok, amelyekben a Duma szó szerepel, hogy magukat az értékeléseket is pejoratívan értékeljem. Azt szeretném, ha az emberek legalább fontolóra vennék a lehetőséget, hogy legbecsesebb értékeik esetleg nem is olyan értékesek. Azt szeretném, ha kétkedni kezdenének saját bizonyosságukban. Ahogy Nietzsche mondta, nem a kétej, hanem a bizonyosság kergeti az embert az őrületbe. Az egyszerűség kedvéért tehát a süket dumát az összes értékkel felruházott elvonatkoztatás vagy felidézett tapasztalat összegzés gyűjtő kifejezéseként fogom használni süket duma bármely tapasztalatainkból kiinduló elvonatkoztatás, amelyet elménk végrehajt és amelyet értékkel ruház fel. Nem szeretsz engem. Azok az emberek dühösek, vagy ez csúnya, szép, jó, rossz, fontos, stb. Mindezek a valóság értelmezései. A süket duma a valóság egy értelmezése mellett csapott hírverés, amely minden ilyen értelmezéssel együtt jár. A valóság valamennyi értelmezése süket duma. A szabadság azt jelenti, hogy nem uralkodik rajtunk a tulajdon süket dumánk. Mélységesen hiszünk saját valóságértelmezésünkben, és azt akarjuk, hogy biztonságérzetünk érdekében mások is csatlakozzanak ehhez az értelmezéshez. Hisszük, hogy interpretációnk a valóság maga, és ha elég szavazatot gyűjtünk, akkor ezt be is fogjuk bizonyítani némelyek közül alkalmanként kitörnek az elmesüket dumáinak börtönéből, a legtöbben viszont életfogytig vannak bent. Minnyájunknak megvan az a nagyszerű lehetősége, hogy újra meg újra túljusson saját elméje falain. E folyamat első lépése az, hogy kétséget támasztunk tulajdon elménkkel szemben. Az igazság úgy alakul át süket dumává az emberi elmében, ahogyan a táplálék salakanyaggá alakul az emberi testben. Elménk igen sokban hasonlóan működik emésztőrendszerünkhöz. Az elme úgy fejlődött ki, hogy jó és tápláló igazságokat vegyen magához, felszívja, amit tud, és a maradékot salakanyaggá változtassa. Sajnálatos módon azonban az elme nem veti ki magából a hulladékait olyan automatikusan, ahogyan ezt a test teszi. Ezt a saját akaratunkból kell megtennünk. Júk Thomas a világtörténelem másként című könyv szerzője szerint a legnagyobb egészségügyi előrelépés a történelemben a hulladék összegyűjtése volt. A történelem legnagyobb pszichológiai előrelépése pedig már a küszöbön áll, és úgy szintén a nagy takarításhoz lesz köze. A hazugságok kitakarítása és az emberi másság feltárása manapság egyre több figyelmet kap. Egy szép napon ugyanúgy fogunk visszatekinteni ezekre az évekre, amikor a süket dumák pöcegödrében fuldokoltunk, mint ahogyan most azokra a korokra tekintünk, amikor az emberek a saját szemetükben éltek, és attól is haltak meg. Hazugság! Ez a könyv fokozatosan bontakozik ki, kezdve egy számvetéssel arról, hogyan fejlődik ki az elme a semmiből serdülőkori önmagává. Könyvünk központi üzenete értelmében, növekedésünk során mi, emberi lények, elveszünk a saját elménkben, és ha nem találjuk meg a kiutat, elménk végül elpusztít bennünket. Minnyáján rendelkezünk elmével, és mind természetes módon teszünk rá szert. A születéstől a felnőtt korig tartó fennmaradásunkhoz szükséges tanulási folyamatot érzékeink alkalmazásával, mint a világban való tájékozódásunk elsődleges módjával kezdjük, míg végül gondolkodó lényként a tájékozódás elveinek felhasználásánál kötünk ki. Elvonatkoztatunk az érzékeinktől, és felépítjük az elménket. Egy idő után olyannyira belebonyolódunk szellemfejlődésünkbe, hogy elveszítjük a kapcsolatot érzékeinkkel, és beleveszünk a tulajdon elménkbe. Elménk a valósággal kapcsolatos értelmezésekből formálódik meg, amelyek az ismétlődő tapasztalatokon alapulnak. Miután a csecsemő tapasztalja, hogy ismételten megszoptatják, éhsége és csekéke emlékezete alapján kezdi elvárni az újabb szoptatást, és több tejért sír. Amikor hamarjában megérkezik a több tej, megszületik egy aprócska fogalom, melynek az idő is része. A csecsemő kialakít egy értelmezést, ha sírok, kapok tejet. Az értelmezésben egy emlék és egy jövőre vonatkozó elvárás rejlik. Ahogy cseperedünk, a fennmaradás érdekében megtanuljuk értelmezni tapasztalatainkat. Végül képessé válunk önmagunk ellátására, fennmaradási technikáink azonban előbb vagy utóbb a pusztulásunkat okozhatják, ahogyan gyakran meg is történik. Gyilkosunk az értelmezéseink iránti heves ragaszkodás, és abbéli kudarcunk, hogy ezeket az értelmezéseket az érzékszervi valóságtól megkülönböztessük. Ezt a tanulási folyamatot, melynek során kategorizáljuk tapasztalatainkat, majd elfeledkezünk a kategóriák és a konkrét tapasztalatok megkülönböztetéséről, én úgy nevezem, hogy megtanulunk hazudni. Minden emberi lény számára természetes folyamat, hogy megtanulja, hogyan színlejen, értékeljen, értelmezzen és képzelődjön. Ez jó móka. A korai gyermekkorban, óvodás és kisiskolás korban tanultak javarésze ezeknek a képességeknek a kiformálását jelenti. Ahogyan a csecsemő halad a felnőttkor felé, a tettetés elsajátítása a világ minden kultúrájában egyre folytatódik a hosszú folyamat, melynek során megtanulunk hazudni, a serdülőkorban éri el csúcspontját. A kamaszok belevesznek önazonosságukról szőt képzelgéseikbe. Erik Erikson szerint serdülőkorunkban a következő kérdést tesszük fel. Ki vagyok én? A válasz pedig, amelyhez végül eljutunk, vagy töredékes szerepzavar, vagy egységes egoazonosság. Hogy érzésünk túljusson a szerepjátszás vagy színlelés szakaszán, a ki vagyok én kérdést valamely egységes módon kell megválaszolnunk. A számos szerepnek, amelyeket a gyerekek próbaképpen magukra öltenek, egy következetes önazonossággal kell integrálódniuk, amely még akkor is megmarad, amikor új szerepeket vesznek fel. Ennek az egyedülállóan szintetizált személyiségnek végül túlsúlyba kell kerülnie a szerepmodellek vagy az ideális szerepjátszás révén feltáruló követelményekkel szemben is. Ha Julcsa a lány, a szerető vagy a pincérnő szerepét játsza is, mindvégig meg kell maradni a Julcsaságának, miközben az édesanyjával beszélget, a szerelmével van, vagy éppen kiszolgál. Ez a Julcsaság mindig előtérben áll, tekintet nélkül arra, hogy a környezetében az anya, a szerető vagy a vendégek vannak jelen, és hogy milyennek látta Julcsa ezeket a szerepeket a tévében. Hogy milyen tartalmú e fejlődési szakasz, a színlelés és a szerepek próbálgatásának időszaka mi alatt kialakítjuk vagy kigondoljuk, kik is vagyunk, az attól függ, hogy milyen kultúrában élünk. Minél fejlettebb a kultúra technikailag, annál tovább tart ez a szakasz. A busmanoknak egy évük van rá 11 és 12 éves életkoruk között, hogy megformálják identitásukat. 12 éves korukra már foglalkozást választanak, megnősülnek, gyerekeik lesznek és felnőtt szerepeket vállalnak. A mi kultúránkban a serdülőkor 11 éves kortól körülbelül 30-35 éves korig tart. A szakmai párkapcsolat és társadalmi identitás kiválasztásának kitolódása a technikailag magasan fejlett kultúrákban többféleképpen értékelhető. Manapság társadalmunkban a leggyorsabban növekvő halálozási arányszám épp a 15 és 24 év közöttieket érinti. Az öngyilkosság, a kábítószer túladagolás, a balesetek és a gyilkosságok vezetik a halálokok listáját. Hosszabb időnk van rá, hogy tisztába jöjjünk kilétünkkel, ám a feladat több áldozatot is követel és még ha az emberek túlélik is a serdülőkort, túlnyomó többségük soha nem jut túl e korszak színjátszásán. Ha pedig belevesznek a színlelésbe, az elmondhatatlan szenvedést okoz. A segítségnyújtó szakemberek gyakorta még több színlelést vagy konvencionálisabb szíjátszást javasolnak, mert nem értik meg a pszichoterápia feladatát, hogy újra biztos talajt adjanak az emberek talpa alá a tapasztalatok világában. A lakosság nagy részét elpusztító vagy megnyomorító stressz abból fakad, hogy az emberek túl keményen bánnak magukkal, ha nem felelnek meg a saját képzelgéseiknek, melyeket arról szőnek, hogy mások milyen viselkedést várnak el tőlük. Nem tudjuk, kik vagyunk, ezért megpróbáljuk kitalálni, milyenné kellene válnunk, hogy helyesen cselekedjünk és boldogok legyünk. Belekeveredünk a folyamatba, és rondjápofozzuk magunkat, mielőtt egyáltalán észrevennénk, hogy megsérültünk. Mindazonáltal az sem segít, ha egyszerűen megváltoztatjuk az elképzeléseinket mások velünk kapcsolatos elvárásairól. Vissza kell nyernünk a képességünket, hogy másra is oda tudjunk figyelni, ne csupán a kérdések és kétségek kavargására, azzal kapcsolatban, hogy milyen követelmények és elvárások teljesítésével fogadtathatjuk el magunkat. Elveszítettük az odafigyelés e képességét, hogy a feltevések azon rendszerén kívül éljünk, amelyek az elmét alkotják és az egyetlen megmaradt tájékozódási módszerünket a korábban felpróbált szerepeink adják. Ekként körbe-körbe futkosunk a világban, még ugyanígy keringünk az elménkben is, igyekezve megfelelni a mércének, melyet elképzeléseink szerint mások állítottak elénk, és közben a köznapi tapasztalatokból eredő táplálék után sóvárgunk. Ott kötöttünk ki, hogy az étel helyett az étlapot próbáljuk bekebelezni. Márpedig az étlapok tápanyag szempontból értéktelenek, és bármilyen csicsás képek díszítik is a külsejüket, az ízük csapnivaló. A serdülők elveszítik a gyermekkor biztonságát, és képtelenek elviselni a gyermek és felnőtt kor közötti köztes lét bizonytalanságát – szorongásukból és kétértelműség iránti türelmetlenségükből kifolyólag szerepekre és merev normákra csapnak le, hogy identitást követelhessenek, és így megfutamodhassanak a beilleszkedés végtelen harcából. Keresztények, krisna hívők, bandatagok vagy hippik lesznek, vagy elveszik a gyerekkori szerelmüket, csak hogy lehorgonyozhassanak. Elfogadják e csoportok normáit és elveit, hogy ezek szerint éljenek. Az életvezetéshez használt normák és elvek így módon mindegy formák, mind az elme elvonatkoztatásai, a múltbéli tapasztalatokon alapuló összegzések, nem pedig tapasztalatok. A különböző korú serdülők annál szenvedélyesebben ragaszkodnak a normákhoz, minél bizonytalanabbnak érzik magukat. Az elvekhez való erős ragaszkodás viszont csak növeli merevségünket, ami tovább fokozza bizonytalanságérzetünket. Az F-fajta e viselkedés nem mutat utat változó tapasztalataink között. A tapasztalatok világa olyan, mint egy folyó. Jobban jársz egy csónakkal, mint egy szölöppel, amelybe belekapaszkodsz, miközben a víz agyon súlykol hogy fejlődésük túljuthasson a serdülőkoron, az embereknek épp, hogy el kell ereszteniük azokat az elveket és normákat, melyek révén meghatározzák önmagukat, nem pedig egyre erősebben szorítaniuk. Ez rendszerint nagyon rémítő, akár csak háttal belezuhanni az ismeretlenbe. Az eredmény a jelen pillanatának megtapasztalása, a harc az identitásért folytatott harc újbóli fellobbantása pedig, amelyet egy bizonyos identitásnak a kétértelműség intoleranciából fakadó vállalása kioltott, a pszichoterápia legértékesebb funkciója azon emberek számára, akik beledermettek szerep meghatározásaikba. Ezek az emberek mentális börtönükből az itt és a most pillanatában születnek újjá. Az ilyen emberek megtanulják, hogy az elveket ne kőbevésett szabályként, hanem kevésbé fontos gyakorlati irányelvként kezeljék, amelyet az új tapasztalatok érvényesíthetnek vagy érvényteleníthetnek. A gyakorlati irányelvek felülvizsgálhatóak, elutasíthatóak vagy újraalkothatóak, ha az őket követő emberek új tapasztalatokat vesznek tekintetbe. Azok az emberek viszont, akik hevesen ragaszkodnak morális elveikhez, csak azokat a tapasztalatokat veszik észre, amelyek igazolják elveik helyességét, minden mást egyszerűen figyelmen kívül hagynak. Tanáraim egyike, Fritz Pers azt tanácsolta az embereknek, hogy veszítsék el a józan eszüket és eszméljenek az érzékeikre. Ha ugyanis az elméjüket kiélezett emberek nem tanulják meg elveszíteni ezt a józan észt, és nem eszmélnek újra érzékeikre, vagyis ha nem figyelnek oda a gravitációra, a saját testükre, a valós tárgyak világára és az odakint élő többi lényre, akkor a dolgok működéséről alkotott saját szigorúan vett elképzeléseik fogjai maradnak, és soha nem figyelnek fel egyetlen új tapasztalatra sem. A jogi, a buddhista szerzetes, a profi golfozó, néhány pszichoterápián részt vett személy, néhány zenész és a többiek sajátságos kis csapata igenis visszanyeri képességét, hogy kifejlődött elméjük dacára is figyelmet szenteljenek a dolgoknak. Ezek az emberek valamiképpen túllépnek azon, hogy a minden egyévet kizáró elmefolyam csapdájába zárva, és uralma alatt éljenek. Az elme szörnyű dolog, hajítsd a súdba! Ez a könyv felvázolja a problémákat, amelyek abból erednek, ha nem szöksz meg szűntelenül értelmező hazug elméd elől, ha nem jutsz túl a hazugság eltanulásának fejlődési szakaszán példákat hoz arra, hogy az igazság elhallgatása mások elől hogyan pusztítja el vagy rontja el súlyosan az igaztalan ember életét. A pszichoterápia egy módszer, amelyel megtanulhatjuk, hogyan vigyük végig felnőtté válásunkat, hogyan jussunk el a serdülőkori hazudozás és fantáziálás közbenső fejlődési szakaszából a kreativitásig azon probléma kezelését fejlesztettem ki, ha valaki leragad a serdülőkorban, és ez olyan probléma, amely hitem szerint a modern, technikai fejlettségű világ népességének több mint 75%-át érinti. A kezelés módszerének lényege a tiszta szándék, melyben a terapeuta és a páciens közösen megegyezik, hogy kimondják az igazságot egymás és a páciens minden más személyes ismerőse előtt, hogy megtalálják a labirintusból kivezető utat. Ez azt a nagyszerű ígéretet hordozza, hogy egy felnőttebb életstílushoz vezet el minket, amely a tapasztalatokon gyökerezik, kevésbé babonás és moralizáló. A teljes érettséghez ironikus módon azt a tudást kell újra felfedeznünk, melynek kevésbé fejlett korszakunkban birtokában voltunk. Mihejst újra tapasztalataink világába helyeztük át a súlypontunkat, amely azonos a gyermekkorunkban elfoglalt pozíciónkkal, végre teremtő eszközként használhatjuk elménket, nem csupán én képünk védelmező rendszereként. Végre egyesíthetjük az itt és most valós tapasztalati világát azzal a világgal, melyről emlékeinkből és értelmezéseinkből van tudomásunk. Eme egyesülés titka az, hogy harsányan kiélve felszabadítsuk energiáinkat, s ne arra fordítsuk az összeset, hogy az elfolytás révén kontrollálni próbáljuk önmagunkat és a többi embert. Más szóval a titok abban rejlik, hogy kimondjuk az igazságot. A serdülőkor moralizálásán túlmutató életkulcsa az, hogy belenőjünk az igazság kimondásának személyes hatalmába. A pszichoterápia egy menekülési módszer attól, hogy halára folytsanak az eredményesség és a nem kívánatos tapasztalatok elkerülése érdekében elsajátított elképzeléseink. Mint mondottam, a dolog olykor működik, máskor nem. A pszichoterápia hatékonysága teljes egészében azon múlik, hogy a páciens mennyire elkötelezett az igazság kimondására, és ez egyaránt vonatkozik a páciens viselkedésére a terápiás szobán belül és azon kívül. Számos olyan ősi gondolkodási rendszer létezik, amely a hazugságon és pózoláson túli fejlődési fokokkal foglalkozik. A történelem legtöbb spirituális, vallási, mitológiai tanítása néhány bölcs ember pszichológiai fejlődésén alapul, akik kielölték a követendő ösvényt a többiek számára. A mikorunkban mindenki számára eljött a lehetőség, hogy az ösvény egészét megismerje. Ha mi emberek meg akarjuk védeni magunkat önmagunktól, Egyénként és közösségként, akkor több mindent kell megtanulnunk az igazság kimondásának művészetéről és tudományáról. Ezt pedig egyikünk sem képes megtenni a többiek által nyújtott tetemes segítség nélkül. Összefoglalás Pácienseim és én megtanultuk egymástól, hogy a serdülő koron való túljutás elsődleges követelménye az igazságmondás. E könyv az igazság kimondásának komplex problémájával foglalkozik, az igazság kimondásának nehézségeivel, az igazság elhallgatásából adódó sérelmekkel, a minnyájunkra jellemző hazudozással. És azzal, hogyan dolgozik a hazugság a saját érdekeink ellen. Hétköznapi dolog, hogy az emberek lerombolják életüket, és elpusztítják magukat az igazság elfolytásával. Átlagos dolog, hogy az emberek fejlődése leáll, és idővel belehalnak a halmozódó enyhe stresszbetegségekbe. Ha valaki túlsúlyos, feszült, Erős dohányos nagyivó mellőzi a testgyakorlást, vagy ezek kombinációja, ez mind az elme egy központibb megbetegedésének következménye. Ezek a halál okok mind abból fakadnak, hogy foglyok maradunk elménk keletcéjében a hazugságok csapdájában. A menekülés egy csapdából az igazságmondás képességének elsajátításában és szüntelen gyakorlás általi kifejlesztésében rejlik, ahogyan golfozni vagy teniszezni tanulunk. Minnyáján kisé ütődöttek vagyunk. Legtöbbünket még mindig érdekli a világosság és az igazság, ám ugyanakkor buzgón érvelünk, hogy miért volt a mi gyerekkorunk rosszabb az átlagnál, és miért vagyunk mi jobbak bárki másnál. Az élethosszig tartó szenvedés hagyományos módja az, hogy érvrendszereket építünk fel önmagunknak. Ennek az értékére tanítottak meg a katolikus egyházközségi iskolában és a jogi egyetemen épp úgy, mint bármely más suliban, csak épp nem olyan eredményesen, mint az első két iskolában. Ugyanakkor azonban minnyájan részt veszünk egy tervezetben, hogy rájöjjünk, mit is jelent az emberi élet. És ha hazudunk, vagy rejtőzködünk, vagy megkerülünk, alapvető taktikái ezek az érrendszerek fabrikálásának, semmi újat nem fogunk felfedezni az élettel kapcsolatban, és másoknak sem fogunk segíteni ebben. Pedig fontos része a nagy eszmecserének, amelybe mi emberek sok ezer éve bocsátkoztunk. Hogy érdekeltek legyünk a felfedezés közös emberi tervezetében. Én a saját érdekemben olyan emberekkel akarom együtt tölteni az időmet, akik szeretnék kideríteni, milyen is lenne úgy élni, hogy ne hagyjunk kimondatlan szavakat, lezáratlan ügyleteket olyan emberek között akarok lenni, akik szomjazzák az igazságot, akik tanulással és a tanultak megosztásával kívánják tölteni az idejüket, a helyett, hogy a magukról kialakított képet vagy a jó hírnevüket védelmeznék. Ez a könyv az emberek egy napról napra gyarapodó csoportjának szól, azoknak, akik tudásszomja és tanításra való hajlandósága erősebb, mint a kínos helyzetek elleni védekezése. Azoknak az embereknek írok, akik túl akarnak jutni a serdülőkorukon, melyet napjainkban felnőttkorként könyvelnek el, a pároknak, akik torkig vannak a színjátszással és egymás hibáztatásával, az egyéneknek, akiket jobban érdekel az integritás és a teljesség, mint a moralizálás és a szerepekbe illeszkedés. Ez a könyv mindeme hagyományos szenvedés ellenszere. Remélem, hogy be fog pöccenni, belét fog hasítani, és ösztönzést fog nyújtani, megtörve elmét szorítását a szellemeden. Hallgasd tovább a könyvet a Voice hangoskönyv alkalmazásban. A hangoskönyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice!